Kedves nézők, folytatjuk tovább közvetítésünket, a Gyöngyös Cigánd találkozó. A második játék ez Molnár Elik rép pályára, és hogy látom, akkor Papp Máté az, aki pihenőt kap, de nem, ő is ott van a pályán, most éppen nála a labda. Hát majd menet közben kinyomozzuk, hogy végül is ki helyére érkezett be Molnár Erik. Egyelőre 3-0-ra vezet a Gyöngyös az első 45 perc eltelte után. Ez mindenképpen örömteli hír, és bízunk abba, hogy ugyanitt folytatják a fiúk a második játék részben is, ahogy azt az elsőbe tettek, vagy tették. Sajnos Niedermüller labdát veszett a félpályán, úgyhogy kénytelen mindenki visszafelé sprintelni, aztán már Niedermüller támadhat vissza. Haskó is sokáig gondolkozott, aztán jó labdaszerzés a félpályánál. Lassít, a labdával Botos, ezt kiteszi jobb oldalra. Na, ebből még lehet bármi, eddig, ameddig én gondoltam, hogy bármi. Erre a Cigány védelem megakasztotta az akciót, és jobb oldalon Petrzsernek kell majd figyelni, illetve Rédeinek. Szerencsére ketten összehozzák, elcsúszott a Cigándiak csatára. Petrzsén pedig a földön, Laurinec felé. Felesik Sulák. Aztán mehet tovább a támadás. Óriási Elánnal a Cigándi fiúk. Fodor, aki bal szélső egyébként, átjött itt a szabadrúgás. Ösztönözni végezzék el a fiúk. Kell a falt Niedermüllernek, de már vigyázni kell, mert neki van egy sárga lapja, hogyha jól látom. Igen, ő neki már a 10. percben van egy sárga lapja, hogy ez a kiállítás nem annyira hiányozna. Ezt azért gyorsan hozzá is teszem. De egyébként úgy tűnik, hogy mégiscsak Papp Máté lesz az, aki hiányzik a csapatból. Mert hogy Fehér maradt bent és Rédei védelem tengelyébe. Petrzsém, mint bal hátvéd, ugye maradt, ő rúgják most ki a labdát. És akkor elképzelhető, hogy Molnár Erik pedig jön előre, és talán Tóth Olivér, aki tud jobb hátvédet is játszani, húzódott egy kicsit visszább. Na, hát nézzük, hogy a túloldalon nem volt csere, csak az első fél idő 30. perc a tájékán, de ezen már túl vagyunk, akkor Sulák Péter jött be, méghozzá Kovács Gergő helyére. Most már minden használható labdát majdnem elrugdostak a fiúk, itt a félpályánál van egy önkéntes labda bedobó, aki a Cigándi a kispadjára ugrott be, talán ő a gyúró, vagy hát a bedobás is. Tarnai kifelé tereli a labdát ügyesen, miközben van ott egy-két botladozó játékos, nehogy magunkra húzzuk nagyon a vendégcsapatot. Petrzsém igyekszik a bal oldalon meghúzni a támadást Kelemen Gergő mellett. Jó lenne, hogyha egy kicsit a szél alább hagyna, és most már a nap melege, ahogy sütne, vagy világítana ránk. Az segítené meg a játékot is, és minket is itt a közvetítő állásba. Vagy Laurinec negyedik gólja, az is feltüzelheti a kedélyeket nyilván. Ott a lövés! Nem sok hiányzott, Forgács Péter. Jó volt ez a kísérlet, de azért leszállt a felső léc fölött a labda. Gazsi Tamás nappal szemben látható is, hogy most mennyire zavarja őt a kirúgásnál. És persze egy távoli lövésnél még jobban fogja talán. Remélem, hogy erre gyorsan majd rá is gyúrnak a fiúk, és próbálkoznak ilyennel. Egy kis les, az sajnos, igen. Addig figyelte Fodor András a csapattársok oxizását, fejelését, amíg ő le sem ragadt. Rédei Milán pedig egyelőre előre akar játszani, nem pedig hátrafelé. Már nagyon kéri Halasi is. Tarnai. Aztán Tarnai bevállalja ezt a kockázatot középen. És mehet ez a Tili-Toli játék hátul. Halasi. Ott a jobb hátvédünk, nem. Halasi nem vállalja a kockázatot hosszan, inkább felrúgja. Laurinec
Jó csinált a labdának helyet, mert a jobb oldalunk, ez jó lehet. Egy jó beadás, nyerünk. Így így sem rossz. Niedermüller vissza. 16-oson belül plickázunk, cselezgetünk Molnár, de nem jutunk előrébb sajnos. Elment ezzel is mondjuk így egy perc, és az ellenfél tér felén maradt továbbra is a labda, ez gyöngyösi szempontból mindenképp jó. Egy hatalmas bedobás Tóth Olivértől előre, és valahogy Leonis bekeveredett a 16-oson belül, pozícióban volt egy pillanatig, aztán valahogy elé került. És Petrezselyem letámadja az ellenfelet, Kelemen pedig kirúgja nemes egyszerűséggel a labdát az oldalvonalon túl. Ez jó nekünk. Petrezselyem, Laurinec mutatná magát, nem ő kapja. Hopp, ott nincs labdaszerzés, és kifelé szabadrúgás, Batos ellen a szabadrúgását, én fordítva láttam, de nem baj. Baksa kapus felé hátra, Gazi pedig keresi a csapattársakat. Az jó, hogy a sokáig keresi, mert megy az idő vele. Viszont most Rédei Milánnak kell jönni és visszafejelni a labdát, ezt meg is teszi. Fodor, aki mindenhol ott van, mondanám azt, hogy csak ott nem, ahol kell, les. Hát, ez véleményes lehet, de les volt, megfújta a játékvezető hölgy Somogyi Sára. Persze valószínű, hogy segített ebben Gordos Árpád is, aki az asszisztense. Petrezselyem kéri itt előttünk a labdát a bal oldalon, teljesen üresen áll és körülötte 15 méterre senki. Kicsit nagy ívű ez a indítás. Magasabbra ugrott Sulák, Pavol, így viszont a bedobása miénk. Rédei. Vissza, igen. Nem annyira számított rá Petrezselyem talán, és Rédei sem volt túl pontos, ezt gyorsan hozzáteszem. Most kell egy kis letámadásban segíteni a csapattársaknak. Az jó lassúra sikeredett, Forgács még visszaszerezheti a labdát. Berényesi középre, Paksának, ő indítja a baloldalt. Hopp, egy hazaadási kísérlet gyanú, de nem. Nem találtál jól a labdát Fehér Imre, aki szeretett volna felszabadítani, de így a suta mozdulat jól jött a végén. Halasi vehette fel a labdát, Halasi. Ez kockázatos lesz, most már kénytelen hosszan előre rúgni ottan Fehér, vagy egy kirúgást megkockáztatni. Ez nem túlságosan idegnyugtató, még akkor sem, hogyha az 53. percben 3-0-ás gyöngyösi vezetést látunk az eredményjelzőn. De ebbe a taktikába időnként bele lehet halni, bár eddig ez nagyon jól működött. Tóth vissza egészen Halasinak, most megint kaphatná ő. És nem ő kapja, hanem pontosan az ellenfél, hát ez így nekünk nem jó, mert mindenki fönt van les. A lesre viszont nagyon rendesen beszaladgálnak. Varga Attila, a csapat edzője, mérges egy kicsit a fiaira. Mutatja, hogy van egy másik oldala is a pályának, talán ott is lehet adni. Na, Halasi szabadrúgást végezhet el a les után. Most egy klasszikus előrevágás, egy hosszú indítás Laurinec felé. És nincs bal hátvédő, mert Petrezselyem valamiért elől kószál, aztán kénytelen visszafelé sprintelni. Az viszont igaz, hogy vissza is érezte, a javára legyen írva, Kelemen pedig kellő lelassult hozzá. Kelemen végzi el a bedobást, addig jó, Angyal el tökíti. Aztán mégiscsak ott marad a feketéknél, nem szabad bántani ott belül Rédeinek, Rédei kerül pozícióba. Fodorral szemben Petrezselyem falt, mutatja a játékvezető. Kelemen volt szabálytalan, bár mutogatják a labdát a partjelzőnek, hát az idő nekünk dolgozik, még egy kicsit sokáig mondja. Eldobta a labdát és jön egy sárga lap is. Hú. Kelemen Gergő nem akar megállni.
Na, ki jön le, azt még nem tudjuk. Bodnaruk jönne be. És itt a szemünk előtt Kelemen Gergő fut le a pályáról. 23-as, 24-es cserő. Az biztos, hogy a Cigándi futballklubban van egy-két külföldi játékos, így a Tauból kiesnek, de hát ez egyelőre úgy tűnik, hogy nem is zavarja őket, bennünket talán jobban zavart. Mindenesetre 3-0-ra vezet a Gyöngyös, az első félidőben nagyszerűen játszottak a zöld-fehérek, nem mintha másodikban nem, de most már elsősorban a védekezéssel foglalkoznak a fiúk. Varga Attila pedig a kispadról kiabál, és már kezdik kicsit ideges lenni, pedig nem kell. Rédei. Ez jó passz Gabriel Adriántól. Aztán most hátra Fehér. És Halasi Fehér kaphatná, nem? Petrezselyem, ez is jó. Petrezselyemnek már előre kell játszanom, de hát ez megtörténik. Forgács viszont kirúgja a labdát. Sulák. Ő szerencsére kicsit lassú is, el is esik. Tarnai meg megkapja a sárgálpot, ahogy az előbb ígérték neki. Ha! Hát Arnai, hogy most lapot kapott, az egy dolog, de sajnos most már érdemes lesz majd utána járni annak is, hogy kik azok, akik nem játszhatnak a következő fordulóban sárga lapok miatt. Rédei tovább csúsztatja a Halasi felé, ez jó. Petrzselyem kapná, de egyelőre minket is becsapott Halasi ezzel. Halasi rúgja előre hosszan, Laurinec próbálja megtartani a labdát. Na, ezt is megeszi a játékvezető, hogy Lukács Dominik előtt esett el. A kezdőhölgyeket meg lehet etetni ilyenekkel. Na, hát akkor Gazsi Tamás Zsolt kapujától mintegy 35 méterre. Petrezselyem, Forgács, Tarnai már ott hagyja. Köszönjük, ő nem kéri a nagy lövést. Forgács Péter azért még rásúhinthatja. Petrezselyem pedig bal hátvéd, nem tudom, hogy jobb lábbal nem fogja biztos. Forgács, eldövi, bal alsó sarok felé. Jó volt ez a... Azt a kutyafáját meg kellett volna fejelni, de szép lett volna. Ugyanis Gazsi csak kiütni tudta ezt a labdát, ami a bal alsó sarok felé tartott, hát... Igen. Szerencséje volt most a Cigánnak, talán azt kell, hogy mondjam, hogy nincs bent a negyedik gól, mármint Gyöngyös részről. Ez pedig hosszú mindenkinek, de pontosan jó Halasi Ádámnak, aki föl is veheti a labdát kézbe, ki is rúghatja, ki is dobhatja, majd mindjárt eldönti, csak vár még egy pár másodpercet, hagyj menjen az idő. Most Halasi, és aztán Petrzselyem tovább csúsztatja, ez jó lehet, Forgácsnak kell egy kicsit lögdösni az ellenfelet. Tarnai már nem mer oda csúszni. Petrzselyem még bele tudja tenni a lábát, Tatár. Ez veszélyes lehet, mert egyelőre úgy tűnik, hogy most megindul a Cigán szépen. Bodnaruk. Angyal. 11-es pont felé. Jaj, ott a lehetőség. Halasi is megfogja a labdát valahogy. Nincs 11-es sem, úgyhogy megnyugodhatunk. A hajrá következik, kedves nézőink, a 81. percben járunk, remélem most már a nap is kisüt, és még egy gólt láthatunk, az is egy csúnya szabálytalanság, Tarnaival szemben. És a játékvezető, hogy egyelőre a Cigándi középpályás csak figyelmezteti, nincs sárga lap. Halasi. Nem tudom, hogy az elmúlt mérkőzéseken összesen volt-e annyit játékban Halasi, mint most ezen az egy meccsen, de egyelőre jól csinálják. Ó, Laurinec is kap egy sárga lapot.
Igazából nem történt sok minden, mert azonnal talpra ugrott Sulák Pavol, csak egy nagyot ordított a jobb hátvéd. Most a cigándiak vannak beszorulva a saját 16-osuk, vagy a saját térfelükre, ha lehet ezt így mondani. Gazsi rúgja erről a labdát, ez nagyon hosszú, talán ha Tóth hozzá se ér, akkor egy bedobás, de így is jó. Tarnai, na gyerünk, Dani. Tarnai megtartja a labdát, egyelőre higgadt. Tarnai felé mindenki kiabál neki, hogy passzoljad. Ezt a lassan sikerül is neki, Gábriel. Üres a bal oldal, Petrezselyem. Helyette Forgács kapja, ez is jó még. Forgács, mellette Petrezselyem, nincs les, mehet tovább. Rövid passzos játék Laurinesznek, azt az utolsó másodpercben húzták le Tarni elő a labdát, de még ott van a játékszer, egy önfeláldozó bevetődés Gabriel részéről. A zöldmezesek dobnak, na, már megijedtem. Nézzük Petrezselyem és Tarnai összjátéka. És Laurinec lefordul, Laurinec, és megmenti Lukács Dominik a cigándia kapuját a gólveszélytől. Szöglet, a nyolcadik szöglet a mérkőzésen a Gyöngyösnek, a második játék részben a harmadik. Tarnai és Forgács sétálgatott a sarok felé, nem sietik el a támadást. Én most már kimerem jelenteni így szűk 8 perccel a mérkőzés vége előtt, hogy ebből a 3-0-ból csak a Gyöngyös jöhet jól ki ma, húsvét vasárnap, hiszen ez a cigándi csapat már nem tudja ledolgozni ezt az előnyt. Forgács át a hosszú sarok felé, ott nincs Gyöngyösi, van viszont egy lökés, talán Rédei lökött, minden esetre a szabadrúgást. Nem hiányzik ez nekünk, azok sok sárga lapot, ilyen butaságért ne szedjük már össze, nem muszáj, nem kapunk most sárgát szerencsére. Azt most Molnár Erik úszta meg. Ott pattog a labda, jó, jó jövünk ki, Tatár. Tatár még oda taposott az ellenfélnek. Hopp is egy sárga lapot gyorsan. Igen, fekvő játékosra rálépett Tatár, az tény, hogy előtte őt Riaskó megrúgta, de a játékvezető hölgy ezt nagy vonalon tovább engedte, Tatár kihozta a labdát. Összességében egy sárga lapot összegyűjt Tatár Roland is, így 6 perccel a meccs vége előtt. Most már jó. Összezavarodott a Gyöngyösi csapat is, azt lehet mondani, a cigándiak pedig valahogy nem tudnak bekerülni a 16-oson belülre gólhelyzetbe, mert mindig akad egy Gyöngyösi láb, aki kirúgja a labdát a 16-oson belül, vagy éppen Halasi Ádám véd jól, és most pedig egy felszabadító rúgás. Ezt most a cigándiaknak köszönjük meg, ott a bal oldalon. Ilyennek is kell lenni a mérkőzés során, sőt, sok ilyen volt, azt lehet mondani. Volt jó védése Halasinak, voltak szép akciógóljaink, mármint a pályán lévő játékosoknak. Az elsőt mindjárt Botos szerezte, a másodikat Laurinec, és utána Forgács. Gyorsan számolok, 14 és azt mondja, hogy a 20. 25. Röpke 10 perc alatt elintézték a zöldek a mai meccset. Érdekesen tudnak ezek a fiúk futballozni. Debrecen ellen is egy hasonló repertoár volt, egy 15 perc alatt 4-0-ra vezettek a gyöngyösiek, úgyhogy ez azért erény lehet, vagy előny, na? Sulákot intik még rendre, mármint a játékvezető hölgy. Sulák pedig nem mondjuk talál csapattársat, hogy kinek dobna, aztán ebből még bármi is kisülhet. Hát a bármi az, hogy elveszítik a labdát. Tatár, Forgács, Tatár, higgadtan Petrezselyem. Ez jó, Tarnai. Elveszíti a labdát, és kap egy szabad rúgást Tarnai. Ez most egy
Kicsit ajándék jellegű, Angyal Norbert szabálytalankodott Arnaival szemben. 4,5 perc van hátra a mai mérkőzésből. 23. 24. fordulóban vagyunk most már. És az egészen biztos, hogy Gyöngyösnek nem 19 pont, hanem 22 pont állhat majd a neve mögött. A kérdés, hogy a többiek milyen eredményt érnek el, mert ebből a szempontból lehet az, hogy esetleg a Gyöngyös nem a 14., hanem akár a 13., 12. helyre is előre tud lépni. Ugyanis, hogy említettem, a tabellán igencsak összeszorul a mezőny, a 12. DVTK-nak 23 pontja van. Őket ugye nem érik utol, de mögötte a Sajó Bábony 21 pontos, illetve mögöttünk a Salgótarján 19 pontos. Úgyhogy ők egész biztosan a Salgótarján és a Cigánd mögén kerül. A kérdés az, hogy a Sajó Bábony esetleg, ha kikap, akkor ő is a Gyöngyös mögé tud kerülni, és mindjárt jobb a helyzet a folytatást illetően. És ha jól emlékszem, talán a Putnok otthonába mennek majd így Gyöngyösiek a következő fordulóba. De egyelőre a mai meccset azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon taktikus játékkal abszolválta a csapat az első 45 percben, és tényleg látható volt az a tudatos játék, amit ott a fiúk fölépítették a támadásokat, a befejezéseknél meg szinte azt lehet mondani, hogy majdnem 100%-ban tudták értékesíteni az első 45 percben a lehetőségeket. A második félidőben is voltak gyöngyösi lehetőségek vagy gólok. Bocsánat, gólok, nem csak gólhelyzetek, de ott már azért volt hiba bőven. És egy sárga lapot kap. Lukács Dominik is kap egy sárga lapot. A túloldalon még nem nagyon kaptak sárga lapot, talán csak Baksa, ha jól emlékszem. Az első félidőben ő is. Most pedig Lukács Dominik kap sárga lapot, aki Laurenyec Ákos őrzésével volt megbízva ezen a mai napon. Hát mondanám, hogy nem túlságosan jól tette, hiszen a 20. percben Laurenyec a második gyöngyösi gólt megszerezte. Ezzel Laurenyec 14 gólos, ezt gyorsan hozzáteszem. Laurenyec Ákos igencsak gólerős csatár ebbe a harmadik vonalba. Nagy távoli lövés forgács részéről, ezt most Gazsi magához ragadta, és már hosszan rúgja is előre a labdát. Vesztére, mert megint csak forgács elé kerül a labda, jól látom, igen. Most forgács Gábriel, ez egy jó szöktetés, Tarnai. Na, még ott a lehetőség, Laurinyec. Hát nem volt önzetlen, be kellett volna passzolni csapattársoknak középen. Na nézzük, Gábriel. Ellövő labdát a bal alsó sarok felé, jó volt. Ezzel Gazsi Tamás hozta egy kicsit kellemetlen helyzetbe, de hárítani tudott a Cigány kapus. Az utolsó percekben is van még egy kis izgalom, amit a zöldek okoztak, hál' Istennek. És egyelőre ez a 3-0-ás gyöngyösi hazai győzelem nagyon stabilnak mondható, és reméljük, hogy visszahozza az életkedvet úgymond, és a lendületet a gyöngyös játékosaiba. Na még egy szöglet, vagy beadás, inkább beadás, Laurin ezt még átíveli, hosszú felé, jaj, ott a lehetőség a negyedikre. Na gyerekek, hozzuk össze, nem? Jó a blokk, de még ott a lehetőség. 16-oson kívülről most újra Gábriel próbál cselezgetni. Egy kötény, és kihozzák a Cigándi fiúk valahogy a labdát. Egy ütközés, Tatár, csak nagy sárga lap legyen, nem? Most már a játékvezető, hogy az óráját nézi, Tatárt már nem akarja kiállítani, pedig ugye kapott gyorsan egy sárgát ezelőtt néhány perccel, aztán most fütyörés, 2 perc hosszabbítás mutatja a hölgy, mert hogy itt véget ért a elektromos eredményjelzőn, a 90. percet mutatja az óra. Bennünket nem az érdekel viszont, hanem az, hogy 3-0-ra nyer a Gyöngyös, én azt már most bátran mondom. Aztán, hogy a folytatásban mire lesz ez jó? Mindenképpen arra, hogy tovább élnek a remények az NB3-ban maradásra, hiszen most Gyöngyösen elsősorban ez a cél, hogy az a bizonyos 12. hely meglegyen, mert azt jelenti a biztos bennmaradást egyelőre. Bodnaruk a 16-oson belül, Petrezselyen pedig hozhatja a labdát, Petrezselyen mellett forgás, Petrezselyen átmegy a jobb szélre, micsoda, vágta egy bal hátvédtől, aztán egy szabad rúgás, Petrezselyen bele
kavarodott vagy zavarodott ebbe a történetbe, nyilván nem így képzelt ezt el. Tovább megy az akció, már elvégezték a szabadrúgást, a Cigándiák lesen közben a csapatkapitány Varga. És ez a két perc is elment, azt kell, hogy mondjam, kedves nézőink, egy megérdemelt gyöngyösi győzelmet láthattak a mai napon. Egy nagyon taktikus első félidős, még taktikusabb, bár kicsi küzdelmes második játék részt követően. Én azt gondolom, hogy Gyöngyös egy újabb lépést tett azért afelé, hogy bent maradjon az NB3-ba, és mondjuk azt, hogy ezt meg is érdemli. Forgács gyönyörűen átveri ellenfelét, Tarnai sprintel a bal oldalon, Baksa vele szemben, Forgács kapja a labdát, megint Baksa próbálja útját ellenlabdának, nem sikerül, jönni kell a Cigányi kapusnak, mindenki próbál ellökdösni, még a sajátjait is. Na, egy távoli löket még talán Tatár nem vállalja el, kiteszi jobb oldalra, megy a játék, a nap is kisüt, és hát a játékvezető hölgy a sípját előveszi, és lefújja ezt a mérkőzést, mert hogy már megérdemelnék a fiúk is. Én azt gondolom, mindent láthattunk már a mai nap során, amit lehetett, egy vállalvaló ütközés után jöhetnek a Cigándiak még egy utolsó akcióra. Nem, már ide jön is keresztezni, övé a labda, ő pedig higgadtan hátrafelé nézeget, de nem előre passzol Tarnainak, ez jó. És megvan a labda. Igen, Petrzselyen. Ah, Pavel visszaszerzi. Fodor. Még a bal szélt megpróbálja elküldeni. Tóth Olivér. Ő előre vágja a labdát, nem cicomázza Laurinec. Tovább csúsztatja saját magának. És még egy kis párharcocska. De aztán csak Gazsi Tamás lába elé kerül labda, ő hosszan rúgja előre. Kedves hölgy, meddig akarja még vezetni ezt a mérkőzést? Szerintem már a 2 percen túl vagyunk. Biztos neki is tetszik közelről ez a játék. Nekünk kívülről csak annyi tetszik, hogy 3-0-ra nyeri ezt a mérkőzést a Gyöngyös. Én azt gondolom, hogy húsvét vasárnap egy kellemes kis szórakozás volt itt a Kömlei Károly sporttelepen. Kedves nézőink, most már valóban Somodi Sárára várunk, aki megteszi ezt a szívességet, ott 3-at fúj a sípjába. Ezzel véget ér a találkozó, még egyszer a végeredmény Gyöngyös Cigánd 3-0. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra. Kedves nézőink, ez volt már a Sport Hét, stábunk valamennyi tagja nevében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.